Három, kettő, egy. A gátőrfutás az 500 méteres gyerekfutammal indult. Ebben a versenyszámban 48-an álltak rajtvonalhoz. A szeles időjárás ellenére sokan kilátogattak a gátra, hogy bizonyítsanak. A felnőttek 3,2, 7,2 és 10 kilométeres távon is összemérhették tudásukat. Nyíregyházán dolgozom a vízügyi igazgatóságnál, a feleségem is ott dolgozik, és így gondoltuk, hogy részt veszünk ezen a futáson. A gyerekek is beneveztek az 500 méteres futásra, meg az egyen hosszabbra, a 3,2 kilométeresre. A különböző versenyszámokra 250-en neveztek be. A kísérőkkel együtt meghaladta a 300-at a rendezvény résztvevőinek száma. Az lenne a célunk, hogy a vízvilágnapi alkalmával hívjuk fel a figyelmet azokra az emberekre, akik nap mint nap teljesítik a szolgálatot a gátak mellett, a vizek mellett, és védik vizeinket, hogy nap mint nap hozzá tudjunk jutni, és biztonságban érezze mindenki magát az árvizektől, belvizektől, vízszennyezésektől. Madártávlatból így nézett ki a Tisza-Berceli töltés, a versenyszámok helyszíne. A futók itt nem csak a célra koncentrálhattak, gyönyörködhettek is a festői szépségű tájban. Az országos kezdeményezés tavaly indult, a Fetivizig hagyományteremtő szándékkal invitálta a gátra a futáskedvelőit. Én nagyon örülök neki, mert ma a vízügyi igazgatóságok közül idén ők rendeznek futóversenyt, és tavaly nagyon jókat hallottam itt a Tisza-Berceli futásról, de akkor Érden kellett futnom. Most úgy gondoltam, hogy mindenképpen eljövök erre a 10 kilométerre. Az idei gátőrfutást támogató segítségével rendezte meg a vízügyi igazgatóság. Igyekszünk mindenféle megkeresésre reagálni, ami a sportot érinti, tehát megkeresünk egyesületek, versenyszervezők, hogy támogassuk őket. Tavaly ugyanebben az időszakban volt egy futóverseny Nyíregyházán, ami idén nem kerül megrendezésre, így hát egy üres helyünk lett, úgymond, szerencsés véletlen, és így bátran tudtunk egy ilyen nagy és nemes rendezvény mögé állni. A verseny ideje alatt a látogatók kiállításon és egy kis film segítségével is betekintést nyerhettek a vízügyi dolgozók fáradtságos munkájába. Az érdeklődők előtt pedig megnyitották a megye legrégebbi gőzüzemű szivattyú telepét is, amely 1970-ben üzemelt utoljára.